Egy újabb látványosságról, egy újabb fejlesztésről számoltak be tegnap a Nyíregyházi Állatparkban. Egy 5,2 milliárd forintos beruházás valósulhat meg hamarosan. A Jégkorszaki Interaktív Állatbemutatót két hektáros területre tervezik a Pangea Ökocentrumban. Elénk tárulhat a tundra élővilága, a Gajdos László az állatpark igazgatója, vendégem, jó estét kívánok! Örülünk, hogy elfogadta a meghívást. Ez egy újabb beruházás, ez egy újabb óriási beruházás, mert hogy egy részét említettem itt a bevezetőben, Igen, egy, ez egy komplex ez egy, fejlesztés hát lesz. Nagyon általán. szívesen mesélek róla órákat, de ez valamikor 2015 táján indult ez a gondolat, hogy csináljunk egy szabású vidéki állatkerti fejlesztési programot, amiben valamennyi vidéki állatkert részt vesz, és mi a Nyíregyházi Állatpark vezető vidéki állatkert Magyarországon, a leglátogatottabb turisztikai látványosság, nem csak az állatkertek között, ezért mi megpróbáltunk egészen nagyban gondolkodni, és ez egy közel 7 milliárdos csomag, amit mi megalkottunk, és ennek első elemeként az fog megvalósulni, ami nem most kezdődik, majd csak szeptember 1 -én. Az új főbejárat, egy nagyon szép látogatócentrum, Hópárduc kifutó épül, a bővül a fókák helye, és egy komplex fejlesztés lesz ez, ami az infrastruktúráját illeti a parknak, a látogatók fogadásának okán. Sóstó kapujának tekintjük mi magunkat, hát az első dolog, mi vagyunk, amit lát a vendég, ha bejön a Sóstói úton, és szeretnénk, hogyha úgy fog látogatná Sóstó a vendéget, ahogy az méltó Sóstóhoz, hiszen sok látni való van Sóstón, na ez egy színvonalas látogatócentrum lesz, ahol információt kaphat mindenki arról, hogy mi minden van Sóstón és a városban, és elkezdődött egy másik eleme ennek a nagy projektnek, 1 milliárd 700 millió forintért, valóban tegnap, a Pangea Okocentrum építése, ami egy különleges szálloda és egy különleges oktatóközpont. Én szerintem az ország egyik legszeptematikus szállodája lesz, nagyon eredeti, nagyon szép minden szoba egy-egy állatról fog szólni. Nagyon magas színvonalú vendéglátással készülünk. Nagyon sok olyan vendégünk van, hiszen 15 éve működtetjük a Hotel Dsungelt, ami egy más kategóriás szálloda, egy éve az Ozon Hotelt is műzemeltetjük, ami megint csak egy másik kategóriás szálloda. Sok vendég van, akik napokat eltöltenek szívesen az állatparkba, és használják az ország egyetlen lehetőségét, hogy állatkertben lehet lakni, ez nálunk van. És hát ez adta többek között az ötletet, hogy akkor egy magasabb színvonalon bővítsük a szálláskínálatot, meg hát rengeteg erdei iskola jár hozzánk, vagy erdei iskolába gyermekek, már iskolák, és ezeknek is egy magasabb színvonalú ellátást tudunk biztosítani, hát itt lesz konferenciaterem és foglalkozás azon túl, hogy nyáron pedig szállodaként működik, csodálatos kilátás a Egy harmadik projektelem, a, a, legnagyobb az egész csomagban, ez a Jégkorszak Interaktív Állatbemutató, ez egy, ez egy olyan csoda lesz, ha megvalósul, ami azt hiszem, hogy nagyon eredeti lesz, legalábbis a világ ezen felén. Szeretnénk valami olyan különlegességet nyújtani, amit nem tapasztaltak még-még a látogatók, hát nyáron fog esni a hó, meg hideg lesz, és a többi, és a többi, ez az elképzelés. Nem csak a mai élő sarkvidéki állatokat mutatjuk be, hanem elmegyünk egészen a jégkorszak határáig, és élethű és valósághű mamutok, illetve jégkorszaki állatok, gyapjas orszarú, jégkorszakban élő emberek maketjeit mutatjuk be, de valósághű méretben, és reméljük, hogy olyan agyusztálásban is, hogy igaz élmény lesz. Tehát egy kis föltörténeti panoptikum is megelevenedik, ahol sétálhat a vendég, és egyszer csak eljuthat majd arra a különleges tájra, ami itt megépül, ami a sarkokat, a tundrai élővilágát és sok egyébet fog mutatni. Most és minden... Lesz benne látványosság, lesz benne fejlesztés is, ez egy komplex beruházás, és akkor van még egy eleme, mert ezt akarja mondani az igazgató. Igen, úr. igen, 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 van még egy eleme, ez, ez az indiaház, ami ezzel párhuzamos épül, ez egy nagyon különleges, indiai hangulatot árasztó állatház lesz, ahol elsősorban nagyon ritka, de nálunk felelhető három darab páncélos indiai rinocérosz fog lakni, sok egyéb érdekesség mellett. Ugye említettük azt, hogy ez egy nagy beruházás, az összköltségeit tekintve 7 milliárd, vagy azon 6 is 6 milliárd 700 millió. Igen. igen, és ez milyen forrás, tehát milyen finanszírozásban valósul meg? Ez két forrásból valósul meg, egyrészt az úgynevezett tob ezt bizonyára sokan ismerik, ez uniós, ez uniós forrás, forrás, igen, egy ilyen álnéven, de ez uniós forrás. És a másik pedig, hát ugye a Modern Városok programról mindenki hallott, már itt járt a miniszterelnök úr valamikor 2015. novemberében, akkor Kovács Ferenc polgármester úrral megállapodtak sok mindenben, sok minden ebből a megállapodásból elkezdett teljesülni, többek között az állatpark fejlesztése is. Ha turisztikai centrumként kezeljük az állatparkot, mert kezelhetjük ebben a régióban turisztikai centrumként, hiszen azért nagyon sok látogató érkezik ide, aztán pedig ellátogatnak a környékre, vagy pedig jönnek fürdőzni, és az állatpark az már egy kapcsolt program mindenképpen, akkor miben szeretnének még fejlődni, miben szeretnének még plusz szolgáltatást, vagy valami pluszt nyújtani az ide látogatóknak, vagy az állatparkba érkezőknek. Vannak-e még tervek, szakmai tervek? Az állatparknak kétségtelen a vezető szerepe, nem csak a megye vagy a régió turizmusában, hanem országosan, országos szinten is ma már. És ezt meg kell őrizni. Abból mindenki profitál, hogy van egy ilyen hatalmas, sok látogatót vonzó intézmény a térségben, mert ennek örülnek a fürdők, ennek örül Tokaj, ennek, ennek tulajdonképpen bármilyen furcsa is örül Hortobágy, hogy jóval kevesebb vendéget fogadnak, de aki ide, most már javarészt úgy jönnek a vendégek, akik az állatokat, a természetet kedvelik, hogy, hogy mi vagyunk a fő cél, Nálunk eltölt egy, esetleg két napot, de eljön egy hétre, és akkor széjjel néz a környéken, és ö, gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy hajduszoboszlótól tokai, kisvárdáig ezt a térséget bejárhatja, és keresi a látványosságokat. Egy csillagtúra szerűen mondjuk egy nyíregyházi központtal ez is nagyon fontos, hogy egy nyíregyházán most ö, két szálloda is épül és szálláshelyek lesznek, mert egyre több vendéget vonz ez a központi turisztikai erő, ami itt van, de ez mindenkire kihat. Mi ezt szeretnénk fejleszteni, és az az igazság, hogy a turizmuson túl is gondolunk már, hiszen meghatározó vagyunk az európai állatkerti szakmában, tehát nagyon figyelünk arra, hogy tudományos munkában is jelen legyünk, illetve évről több konferenciát is tervezünk és szervezünk, Ilyenek is vannak terben, tehát mi a szakmai tudományos életben is szeretnénk komolyabban kibontakozni. Igazgató úr, azt hogyan látja, milyen lehetőségeik vannak az állatparkoknak, vadasparkoknak itthon Magyarországon, hogyha egyrészt szakmai oldalról közelítjük meg a kérdést, másrészt pedig csak turisztikai és idegenforgalmi oldalról tudom még kérdezni, miben változott az elmúlt mondjuk 5-10 évben a helyzetük, hogyan fejlődhetnek tovább? Nagyon érdekesen változott. Ugye Nyugat-Európában is maradjunk ide talán említhetném a világot is, de Európában már régóta a legnagyobb közösségi szintér minden állatkert. Nagyon sok állatkert látogató van. A legtöbben az állatkertbe mennek, amikor kulturális családi programot keresnek, és csak utána jönnek a fürdők, múzeumok, stb. stb. Myre egy házán is így van ez, és, és egyre inkább így van az ország vidéki állatkertjé között, akik elkezdtek most egy fejlesztési programot néhány éve, és egyre inkább fejlődnek, és ma már azt kell mondjam, hogy négy-öt nagyon komoly magyarországi vidéki állatkert van, amelyik európai szintű állatkertek, és én ennek nagyon örülök, hogy a magyar állatkerti szakma is felzárkózott Európához, és a magyar állatkerti kultúra is, mert hiszen a látogatók is a szakma, hogy mondjam, fejlődésével együtt fejlődtek, és, és okultak és egyre komolyabb vendégeink vannak már. Egész más szemmel nézik ma már a látogatók az állatkerteket, mint 10 vagy 15 évvel ezelőtt, amikor annyi volt egy állatkert, hogy bezártunk egy ketrezbe egy oroszlánt, aztán jól szórakoztunk rajta. Ma már ezen túl vagyunk, tehát most már, most már mindenki elfogadja a, a tudományos irányt is, amit az állatkertetnek vinni kell a fajmegmentési programokkal, és az állatkertek is rájöttek, hogy minél természetesebb, nagy tereket nyújtó kifutókban kell az állatokat bemutatni. Másrészt pedig nem mellékes az a profit sem, amit hozhat egy látogatott ilyen centrum. Ez így van. Érdekes módon egyelőre a Nyiregyházi az egyetlen nyereségesen működő magyar állatkerdet. Hát valószínű, hogy egyre inkább fognak felzárkozni hozzánk a többiek is. Igazgató, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és nyomon fogjuk követni mi is ezt a fejlesztést, a beruházást. Köszönjük még Én egyszer. Is köszönöm.